Sziasztok! Ma ezt a képünket fogjuk elkészíteni. A színeket megtaláltok a mappába, és hozzáadjátok az egyéni színekhez. Tehát egyszer a sötétet kétszer, és a virágosat pedig egyszer. És akkor elkezdjük, kinyitunk egy 900x600-as lapot. Szűrők, meti, vévilap, 2, 0, 0, és OK. Na most szűrők, L és K, rajza, itt a beállítások 150, megpróbáljuk a 150-et. Na, legyen 151, és 255, és OK. Szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel. Szűrők, filter unlimited. A simple. És innen pedig a top left mirror apply. Szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel. Na most veszük a kijelölőt és a téglalapot, és itt van 1, 2, 3, egész a negyedikig itt, és itt is a negyedikig kijelöljük a közepinél. De azért elmondom a kézi beállításokat. 352-0, szélesség 199-600. Ezt megkettőzzük, így. Szűrők, filter unlimited. A simple-be maradunk, zoom out and flip. Apply. Na most újra bemenjünk a szűrők filter unlimitedbe, és itt kikeressük az unplugged effects, a defocus, és ennek pedig a beállítása 14 lesz. Apply. Szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel, és még egyszer szűrők, élesítés mikrokontraszt 12-vel. Szűrők, újra a filter unlimitedbe, az Italian Editor Effect, Effetto Fantasma, és itt a beállítások lesz 20 és 20. Italian Editor Effect, Effetto Fantasma, Apply. Szűrők, domborítás, domborítás. És a kézi beállítások. Itt a kézi beállításokat 85-re tesszük, a szélességet, tehát 85, a magasság pedig marad 600, OK. Na most ezt a réteget, hát egyelőre nem fog kelleni, de azért szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel. Majd ez később fog kelleni a díszítéshez. Na most rálépünk a háttérre. Szűrők, a filter unlimited, az Italian Editor Effect, picture in picture, 186, de a rációt levesszük nullára, és apply.
szűrők, visszamenjünk a filter unlimitedbe, a simplébe, kikeressük, simple, innen pedig a zoom out and flip és apply, így. Na most ezt a réteget megkettőzöm. Szűrök, újra a filter unlimited, újra az Italian Editor Effect, a Bordo con Luci, de most a beállításai lesznek 130, 190 és 3, apply. Visszamenjünk ugyanabba a Filter Unlimited Italian Editor Effect Bordo con Luci, de most a beállításunk 70, 200 és 180, apply. Így. Szűrők, Filter Unlimited. Most a simple, és innen pedig a left right wrap apply. Tehát én a felső rétegnél becsukom most a szemet, és itt vesszük a kijelölőt és a poligont, és körülbelül, hát nem muszáj pont a szélinél, így kijelöljük, és kivágjuk, ami pluszban van, tehát így, mert nekünk nem kell az egész, itt hagyom a széleket, így, tehát látjátok, így jelöltem ki. Na most kijelölés, inverse kijelölés, és megnyomom a delete-t a billentyűzeten. Kijelölés, inverse kijelölés, tehát látjátok, ennyi maradt. Kijelölés elrejtése. Na most ezt normál módra fényességre teszem. 90 fokkal jobbra forgatom, és szabad átalakítással, hát tegyük 70-re, majd aztán majd meglátjuk. Ide elhelyezem, hát még szerintem ez elég nagynak nézem. Akkor még egyszer szabad átalakítás 90, oké. Inkább én méretezem. Így, réteg méretezés, az arányok megtartásánál kiveszem a pipát, és megfogom, és felfele húzom. Na most, rögzítés. Szűrők, élesítés, élesítés. Na most a felső rétegnél én kinyitom a szemet, ezt megfogom, ide középre elhelyezem, így, közben réteg, középréteg, függőlegesen középre, veszük a kijelölőt és a téglalapot, és innen kijelöljük egész eddig, így, még igazítunk rajta, és nyomunk egy delete-t a billentyűzeten. Kijelölés elrejtése, és most ezt a két réteget egyesítem az előző réteggel. A beállításokkal árnyékoljuk
Hát 5, 5, 50. És egy 15-ös sugára. Oké, okay. Árnyék egyesítés. És újra beállítások, árnyékolás. Mínusz 5 és mínusz 5. Oké. Okay. És árnyék egyesítés. Na most ezt megkettőzzük, a vízhintes tükrözéssel átdobjuk, és áthozzuk a másik oldalra, pont úgy középre. Tehát így. Na. Hát eddig ennyi megvolt. A kettőt egyesítjük. Rálépünk a háttérre. Kijelölés, összes kijelölés. Kijelölés, összehúzás. 30. Kijelölés, inverz kijelölés. Szűrők. Múramester, Klúd, ide betesszük persze a színeinket, tehát világos, sötét, oké, okay. Hát kellett volna behozunk inkább egy új réteget, amint látom, réteg új, üres, oké, okay. Megjelenítjük a kijelölőt, kitöltjük a hátszínnel, vagy nem is, mert most már tudom, mi a baj. Képküls, tehát nem, tehát menjetek vissza, bocsánatot kérek. Képkülső keret, egyszer adjunk neki 2 pixelt, az előszínnen, oké, okay. És kép külső keret, 30 pixel, a hátszínnel, így, kijelölés, összes kijelölés, közben egyesítjük az előző réteggel, úgy, kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás, 30. Kijelölés, inverz kijelölés, szűrők, Múramester, Klúd, most beállítjuk a színeket, tehát előszín, hátszín, oké. Okay. Szűrők, elmosás, Gauss elmosás, 50 pixel, szűrők, textúra, más, a mappában meg fogjátok találni ezt a textúrát, amit én itt használok. Remélem én is meg fogom itt találni. Ez a textúra 3, és átlátszatlanságot 55-re tesszük, az arány 100, a domborítás 0, leokéztam. Szűrők, élesítem, mikrokontraszt 12-vel, kijelölés, inverz kijelölés, szűrők, leképezés, progresszív kontúr, 5 pixel, külső, és oké. Okay. Kijelölés, elrejtése. Na most, a mappából, csak nem ott van kinyitva, mint látom. Nem baj, visszamenjünk oda a Carpe Diemre. Behozzuk ezt a kölni süveget, kimásoljuk, ide beilleszünk új rétegként. Ezt szabad átalakítással hátra teszem 50-re. Megfogom, ide elhelyezem, tehetem még
szabad átalakítás 80, szűrők élesítés mikrokontraszt 12-ben, a beállításokkal pedig adok neki egy árnyékot 5, 50 és 25-ös sugárra. Okay. Árnyék egyesítés és újra beállítások árnyékolás, de most mínusz 5 és mínusz 5. Okay. És árnyék egyesítés. Tehát ez már nem fog kelleni. Amint láttatok a mappával, vagyis a képen, ami volt, ez a cipő volt feltéve, de egy kicsit túl nem tudom minek találtam, tehát ezért választottam egy másikat is, mindenki azt teszi fel, amiket óhatja. Ezt kimásolom, ide beillesztem új rétegként, ezt is szabad átalakítással egyszer tesszük 50-re. Okay. Elhelyezzük, és még egyszer szabad átalakítás 80. Okay. Elhelyezem egy kicsit így, szűrők élesítjük mikrokontraszt 12-vel, és a beállításokkal ugyanúgy árnyékoljuk, tehát 5, 50 és 25-ös sugár. Okay. Árnyék egyesítés és újra beállítások árnyékolás mínusz 5 és mínusz 5. Okay. És árnyék egyesítés. Na most behozzuk a csajunkat is. Kimásoljuk, ide beilleszünk új rétegként, és ezt szabad átalakítással, hát 130-ra teszem egyszer, és most elkezdem rétegméretezéssel, feljebb hozom, így, rögzítés, szűrők élesítés mikrokontraszt 12-vel, és a beállításokkal árnyékolom 5, 50, 15-ös sugár, okay. Árnyék egyesítés és újra beállítások árnyékolás mínusz 5, okay. És árnyék egyesítés. Ez se kell már. Na most a következőben behozzuk az írást. Kimásoljuk, ide beillesszük új rétegként, és ezt az írást megfogjuk és elhelyezzük ide. Na most a beállításokkal adok neki egy árnyékot, 100 és egy 1-es sugár, okay. Árnyék egyesítés behozzuk a szignót, ami persze nincs meg már megint, így át fogom színezni és be fogom rakni nektek a mappába. Tehát kimásolom, ide beillesztem. Ti nem muszáj ezt mindent elvégezzétek, amit én a szignom. Nekem úgy látszik, hobbimá vált ez az állandó, nem tudom mi. Úgy, hát mit kell rajta csináljak. Élesítem. Az árnyékot már megcsináltam, árnyék egyesítés és domborítom. Na most réteg, egyesít minden réteggel, és a képet méretezzük 800 pixelre.
Tehát ennyi volt a mai lecke. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó munkát kívánok ehhez a szerkesztéshez is. És... na, ennyi volt. Bocsánatot kérek a kicsi bakikért. Sziasztok!